Jó napot kívánok, és nagy szeretettel köszöntjük Önöket ismételten Tatabányáról, közel félház, több mint félház előtt. Hamarosan következik a várva várt döntője, a Magyar Kupa 4-es döntőjének, méghozzá a Győri Audi Etokác RTC Real Cargo Hungária találkozó. Érkeznek a Ferencváros játékosai győri érintettséggel, hiszen azért a győri szurkolók hangját is hallhatták. Van visszatérő is, már mint Szőlősi Zácsik Szandra személyében, aki az elődöntőt hagyta ki fertőzés miatt, csak egy mérkőzésre nevezte be Ütelek Gábor, illetve visszatérő Cirevics Kovacsics Anikó is, és nagyon sok történet, nagyon sok sztori van ebben a mai döntőben is, mint általában az összes Ferencváros-Győr mérkőzésben. A két vezetőedző személyétől kezdve a távozó játékosok, a visszatérő játékosokon kívül a téten át mindent fel lehet sorolni, és azt gondolom a mérkőzés során Rosda Istvánnal föl is fogunk valamennyit sorolni ezen kívül is. Meg hát a két csapat legutóbbi mérkőzései, ahogy a bajnokság alakult és alakul, de mindenek előtt következzék a magyar himnusz. Az este végére a női Magyar Kupának, rövidebben Győr vagy Ferencváros. A párosítás nem új, az álomdöntő kifejezés az már-már elcsépelt, viszont a két edző is azonos, mint a legutóbbi Magyar Kupa döntőben Elek Gábor, Ambros Martin ellen, és mivel a Magyar Kupában nincsen úgynevezett fiatal szabály, azt lehet mondani, hogy mind a két csapat a legerősebb, a lehető rendelkezésre álló legerősebb keretével a tatabányai döntőben, amely helyszín a párosítás történetében legalábbis újdonság. Aztán, hogy a két csapat, a két vezetőedző tud-e egymásnak újat mutatni, az mindig egy óriási kérdés, de fölteszem Rosda Istvánnak, hiszen hát ha valaki tudja, az egy 1997-es Magyar Kupa győztes. Köszönöm szépen, köszönöm a kedves hallgatókat. Valóban ez a Magyar Kupa döntő, ez mindig kicsit speciális, kicsit másabb, mint a bajnoki. Ezt ugye hallottuk a stúdióban is, Dettitől és Gábortól is. És valóban nagy kérdés, hogy lesznek egy nagy újdonságok. Lesz-e egy olyan meglepetés ember, mint tavaly volt, esetleg Simon Petra, aki fiatalkor ellenére jött, látott és győzött, és rengeteget tett hozzá a tavalyi ferencvárosi kupa győzelemhez, vagy pedig a visszatérő Bratzett a másik oldalon, aki ugye a bajnoki meccsen nem játszott még akkor az Etóban. Amár ezt a bajnoki mérkőzést említett, április 1-én a két csapat történetének legfrissebb felvonása, a Győr hazai pályán 31-20-ra legyőzte a Ferencvárost és a bajnokság állását, és valószínűleg a végkimenetelét is a saját java felé fordította. És azon azért meglepő volt, hogy az a védekezés, amit előadott, bemutatott a Győr, az
brutális volt abban az értelemben, amilyen jól működött Elek Gábor csapata ellen. A brutalitás azért nem volt jellemző, elnézést is a kifejezésért, hogy ma látjuk-e ugyanezt a védekezést, vagy lesz ennek ellenszere, az is lehet egy kérdés. A találkozó játékvezetőinek kiléte nem az Feldő Ferenc, valamint Öcsi Tamás fújják azt a mérkőzést, ami végén valaki fölemelheti majd ezt a trófeát. Egyébként érdekes, hogy a Covid kitörése óta új nevet egyébként nem béstek rá erre a trófeára. Várják, hogy az a sor beteljen, és majd együtt vagy együttesen lehessen a neveket, illetve az adatokat gravírozóhoz vinni. Az viszont biztos, hogy a 2022-2023-as női magyar kupa idén augusztus 31-én a Szigetszentmiklós Kecskemét 27-27-es döntetlennel mérkőzéssel indult, és a sorozat utolsó találkozója az ezúttal is a Ferencváros Győr mérkőzés. Ebben a magyar kupa idényben a 35. találkozó, tehát amit megrendeznek a tét a magyar kupa cím. Fehérben a Ferencváros, zöldben a Győr, a győrieknél a kapuban Sandra Toft. Kisfaludi a labdával Kluiber, tovább Lekicshez, Kluiber visszakapja, és aztán át tovább Bölkhöz. Egyelőre tehát Kisfaludi bent beállóban, ott a győri védőkkel hadakozva. Márton tette be a szélről, de már ott középen láttak szabálytalanságot a játékvezetők, és ezután a Győr támadhat először. Ilyen szabálytalan elzárást fújtak Kisfaludi ellen. Aztán még azt nem mondtuk, hogy az európai nőbb női rangadója, azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű két gigász csatája, és hát mind a kettő nagy BL párharc előtt, de szerintem most még az összes fókusz erre a 60 percre van mind a két csapatnál. A Győrnél Hamstedt fönt támadásban is, Fodorra születésnapos kanyarodott fel a szélről, és Anna Gross pedig szembe találja magát Tomori Zsuzsannával. Érdekes, hogy Tomori nyert már többször, 6-szor magyar kupát, mindent a Győrrel. Ezen a sor mintán fordítana. Ezen Minkónál látnak lépéshibát Bíró Blanka már a kidobással. Az a Bíró Blanka, aki ennek a szezonnak a közepén tért vissza, az első nagyobb volumenű visszatérése, pont a két csapat decemberi mérkőzése volt, amikor az ő 6-6-os közreműködésével a Ferencváros 32-26-ra nyert a Népligetben a bajnoki mérkőzésen. Ő a két csapat tavaly magyar kupadöntő sérülés miatt kihagyta. Brockot dicsérik meg, Anna Gross volt hozzá a legközelebb, Bölköt állította meg. Azért az látszik, hogy ugye nincsen támadásvédő csere az Audietto oldalán, tehát próbálják majd a gyors lerohanást forcírozni, fárasztani a Ferencvárost, ugye ezért is Enze Minkó kettes védő, és onnan kanyarodik be majd középre, és a Hauxtett is ugye védekezik és támad is egyben. A harmadik perc elején nincs még gól, és ebből a lövésből egyelőre nem is lesz. A kipattanó, a blokkról lepattanó pedig félpályán túl Bölké. Lekics beközépre, Kisfaludi kezéből kipattan, marad a Ferencvárosnál. Aztán megint Kisfaludin, Bölk viszi keresztbe. És már ez így sok Kluivertől. Ez a Minkó indít, Gross, Fodor, belevitte Bölkbe, és akkor felállt fal ellen folytathatja az Eto. Igen, három kísérletből nem volt kapura lövése sem a Ferencváros. Nagyon hatékony a győri védekezés, de meg kell dicsérni a Fradit, nagyon szép a visszarendeződésük, hiszen Fodor csengével szépen értek vissza, és így tudták becserélni Tomori Zsuzsit a védekezésbe. Az április elsői egymás elleni mérkőzésen a Ferencváros legnagyobb baja az volt, hogy bár a lövései száma ugyanannyi volt, vagy csak kevéssel, kicsivel kevesebb, mint az Etónak, viszont azt nagyon gyakra százalékkal használta ki. Most a győriek első igazi lövése sem volt jó, nem úgy a túladat a válasz Angela Málesteintől, aki így ma egyedüli jobb szélső, hiszen a Ferencváros keretéből a Borka maradt ki. Tulajdonképpen a helyére, de inkább jobban mondva helyette került vissza Szőlősi Zácsik Szandra. Hauxtett, Ezeminko, ide Hauxtett, Varac,
meccse lesz, vagy legalábbis próbál már. Szól a síp. Most Martin pedig a zsűri asztalnak magyarázott, Tele Gábor pedig különösen a pályára. Ezeminkó elvitte ott keresztbe a védők előtt, és ebből szerzi meg az egyenlítő találatot a francia. Nagyon szép egyőni áttörés volt, dinamikás bal a francia játékostól. Lekics, Bölk ki a szélre, meg itt már ezt nem játszatják, aki elkezdi lőni az ő variációit. Ezúttal a rövid alsóra pattintotta. Hát mindenképpen a holland jobb szélső lehet egy nyerő ember esetleg a budapestieknél, hiszen ő, hogyha elkapja valat, akkor bőven tud 10 gól környékén termelni, itt majd a Győrnek a védekezést meg kell odaértve, Tófnak rá kell érezni majd a választ egy lövési technikájára. Gross. Hamstedt. Rossz, nem támadták, vagy legalábbis későn léptek rá ki az ő góljával 2-2. Az április elejé találkozón 10 gólt dobott, egyértelműen döntő ember volt. Döntőek lehetnek ezek a hibák is, aki nem kényszerített hibák, mert ez tulajdonképpen az volt. És a harmadik technikája a Ferencváros oldalán, ez ilyen lépésűbb, a kétszindulás kombináció volt Lekicsnél, egyértelmű, hogy elvették ezetőt. Vezethet akár az Eto, láthatják győrieket, körülbelül két szektornyi szurkolók kísérte el ide Tatabányára. Ferencvárosi szurkolók most jelenleg Toft kapuja mögött, ennél kevesebb szám van, de a hangulat az tulajdonképpen a szokásos. Sarutit kell figyelmeztetni, az első percek egyik főszereplője. Ez a Minko. Hamstedt. Rosszhoz megint, onnan csak visszafelé, falu végig kérne a labdát, de Rossz a háta mögé nem lát. Minden egyes passzért most kétszer kellett megverekedni az Etónak. Riasztalnál egy kis diskurzus. Sajnos már a hétvégén többször volt gonda eredményjelzővel az idő kezelése, és most is úgy látom, hogy a zsűri elnöknek a stopper órája, a hivatalos óra ugye nem egyezik a kijelzőn lévő órával, és ezt fogják most egyeztetni. De előtt védekezés, amikor Malesztrej fogta ugye Yvette Blokkot, azért az óriási nagy holland párharc volt egyrészt, meg másrészt egy nagy védekező szélső játékostól. Mondanám, hogy a hetedik perc közepén 2-2, csak hát én nem látom azt a stoppert, amit Greg Gábornak és Ambros Martinnak bemutattak, de hát akkor kiegyeznek abban, hogy pörgetik azt az órát. Ezeminko, ő viszi. Látszik, hogy a Ferencváros feljebb tolta a védekezést, tehát próbálnak ott 8 méteren, már 9 méteren ütközni Ezeminkóval. Hát az ütközés megvolt, és a Ferencváros szempontjából jól sült el a találkozó, hiszen fordulatnak a fejérmezesek bölt nagy lendülettel, Lekics megkapja a nyakára Ezeminkót, meg aztán Ivet Prokot. Egész elképzelően kirobban Ezeminkó a kettes pozícióban, és faltolja az irányító játékost. Bölk szép betörése után Toft. Nagy védése, de szerencsés védése is, hogy aztán hozzátapadt a labda. Fodor megnézte a vonalat, és az alsó sarkot is. 23-as számú játékos góljával 3-2. Kapus bravúr, és utána a Győr igazi játéka. 2-3 pal, Zicser bal színen, és Fodor Csenki nyőre tette vissza a rövid alsóba, ezzel becsapva Biro Blankát. Csak leütötte, és a kaptanás után Hamstedt tudta megszerezni. Ezeminkónál már elől, és tovább. Fodor a gólszerző, kettővel vezet a Győr. Teljesen tudatos védekezés volt a Dán klasszistól, kiemelték ugye a stúdió és a kollégák. Várták ezt a három év után, lövőcsel leüti a labdát, a Lübecket itt lehet látni, és már jobb kézzel oda is csap, és teljesen szabályosan üti a labdát.
fel a labda a Kluiver, és valahogy próbál kihozni a zöld mezesek mögül. Kluiver, és bent van. Ott ért bele bal kézzel, de védeni nem tudott. Kluiver gólja. Igen, és tulajdonképpen a harmadik gól jobb szélről, másra nem is tudnak eredményesek lenni a ferencvárosi játékosok, mert középen annyira egységes a, és hatatott a győri védekes, hogy nincsen hely, és közben pedig Stina Oftedal érkezett Haugstedt helyett, tehát kvázi kétirányítós játék a győrieknél. Oftedal érkezik, és egyedül csinálná meg a helyzetet, Komori akadályozza ebben. Ja, nagyon érdekes az az összevetés, ami a stúdióban is elhangzott a tavalyi Magyar Kupa 4-es döntővel párhuzamba állítva. Akkor a Ferencváros kényszerült egy végletekig kiélezett, sőt, hát büntetőbe torkoló elődöntőre a Siófokkal szemben, de végül a másnapi döntőt meg tudta nyerni. Most a Ferencvárosi a könnyedebb elődöntő, a Győr szenvedett sokáig a Debrecen ellen. Hasonló forgatókönyv, vagy még nagyobb párhuzam. Hát egyenlőre Enzeminkó tett azért, hogy a Győr vezessen megint kettővel. Kluiver, Bölk majd Lekics. Bölk kezéből kipattan a labda. Nagy szerencséje, hogy Brock lábához ért, így marad a Fradinál, mert a holland bár vitte volna bőven. Kluiver, Lekics, megint Bölköt keresi, aki megint nem tud lőni, megint Brokka tettes. És úgy örülnek, mint egy gólnak, ugye beszéltek a stúdióban erről is, hogy ezek a szürke dolgok, mert nem látszik a gólodból is, de rettető fontos védekezés van, ez is a gólantól, legyen lefaltolt a Lekicset. Köt a játékvezető keze, innentől passzív jelzésnél a Fradi akciója. Beleér a sánc Lekics lövésébe, ott a végállomás. Anagros, nem mondom, hogy a leggyorsabban hozza föl, de meg is állítják e közben. Azt gondolom, hogy hamarosan Elek Gabi bele is fog nyúlni a csapatába, Cvicset látom melegíteni, Szőlősi Zárcsik Szandit is, hiszen kell beállóba is. Frissítés. És akkor egy átlövésgól Nina Hangstedtől. A hármas győri vezetés, Kluiver beviszi oda a sűrűbe, és onnan szerez volt az első ferencvárosi gólt át, ami az általad is említett jobb oldalt elkerülve történik. Ez pedig Keti specialitása, hogy megy be az emberek közé, és addig, amíg nem fordulják a dobó kezét, addig lesz, és még Haugstedt gyönyörűen a sánc fölött húzta vissza a jobb fölsőbe. Nagyon-nagyon szép gól volt a Dántól. Visszatenném Álesztein megszerzi, de várja a társakat, mert egyedül nem merte végigvinni Márton Gréta. Ő mernél, csak megállítják, sőt, 2 perc a végi Dorottyának. Ha látnánk egy ilyen totál képet, Márton Gréta kb. 5-6 méteres hátrányban volt a sprint kezdeténél, és befutotta a győri játékosokat, és odaért erre a labdára. Itt majd látjuk Málesztein labdaszerzését. És itt, amikor a Gréti óriás rendet érkezik. Így a pályán, hogy lehetett látni a melegítésnél. A 12. perc, Kluiver belelőtte magát a meccsbe, most már van gólja tulajdonképpen jobb szélről, átcipelve a bal oldalra, és klasszikus átlövésből is. Igen, de elnézett, mintha átadás lenni, vagy lehet látni a tekintetét, mintha Lekicsnek játszaná be, és abból egy második szándékból lőtt a Tófi kapujába a labdát. Két Málesztein találatra, 3 Kluiver volt, tudott rápakolni a Ferencváros, tud erre reagálni a Győr most. Oftedal. Kvics vele szemben, onnan akkor csak oldalra teszi, Lekics viszont megfogja Nanagrost. Láthatóan azért azon az oldali ferencvárosi védekezés most
az első percek alapján nem nagyon ízlik. Kapufát találja el, bíró pedig így indíthat. És Lekics megáll, hogy felálljanak a emlőnyös játékhoz. Igen, Grósz ellen sokkal agresszívebbek a Ferencváros játékosok, főleg Lekics sokat faltolja. A mérkőzés előtt interjúban Elek Gábor is hangsúlyozta, hogy azért visszanézték azt az április elejű mérkőzést. Kluiber a negyedik gólját szerzi, és ezzel egyenlít Kluiber Kaprin, teszi ezt a Ferencváros ember előnyben, hiszen a falu végi kiállítása még továbbra is él, bő 20 másodpercig. Támad a Győr, ezt láthattuk, láthatjuk most is a pályán. Oftedal előkészíti Erzebinkót, talán ő fogja lőni, vagy a beálló gól a gól. Széles keresztmozgásokkal megbontották a Ferencváros védelmét, Borog gyönyörű kizárása volt, és abból gól a másik oldalon, Nugetsző is nem tudja elkapni Lekics labdáját, újabb technikába a Ferencváros oldaláról. A legfelső nézőtérig föl lehetett hallani Oftedal kiállítását, ami a bravó volt. Twitch megzavarását dicsérte, itt pedig még egyszer proklamonalról. Nagyon szép volt, és közben jönnek a győri cserék is. Blom a beállóba, Riva a jobb átlövő pozícióba, Lukács Vica a jobb szélre. Tehát azért itt is jönnek a friss emberek, próbál az energiával is gazdálkodni Ambrosz Martin. Ami talán kell is. Debrecen elleni erődöntő után. Ja, van csapat, amelynek hát azt nem mondom, hogy fekszik, de megszokhatta a szombat-vasárnap ritmust egy négyes döntőben az éppen az Eto. Oftedal beközépre, Humiel passz volt. Csak hát azt ott középen Blommal szemben most bíró Blanka védte. Igen, és azért most, hogyha azt nézzük, hogy milyen a idézőjeles tényleg 2000 évek cseresora a Győrnek, tehát kik jöttek most a pályára a kezdő helyett, Oftedal, Blom, Lukács Vica, azért mind-mind csupa-csupa klasszis játékos. Trich, Kluiber, a Vica adja neki vissza, Szőlősi Zárcsik nem tökik, csak most Málesztern a vonalat megnézi, felső lécről oldalt megy ki, Győri Lukács hozhatja onnan, Rüb, majd Oftedal, Málesztern, első hibázott lövése. Igen, de azért meg lehet látni, hogy mennyi a dominás a bal oldalról, húzás mindig jobbra a Ferencvárost, és itt alakítják ki a helyzeteket ugye a jobb oldalról, hát most elhibázta a holland hölgy. Rüb. Ott a Jenzeminkónak, Győri Lukács, és be az alsó sarokba. Már-már Jenzeminkónál is úgy tűnt az akció, hogy az egy lövőhelyzet. Biztosra mentek. Hát ez a tervező asztalnál így tervezi meg az edző, leszújtották Cvicset, onnan meg ott az előnyszerzés, és hát gyönyörű nagy szögből tudott Lukács Vica gólt szerezni. Szőlősi Zárcsik. Hosszú alsóban köt ki a bombája. Igen, de érdekes, hogy rűvédekezik hármast is, ugye ez a népligeti meccsen sem hozott sok szerencsét a győrieknek, és most ott egyből tudott is Szőlősi Zárcsik Szandra gólt szerezni. Ha valaki rápihenhetett erre a döntőre, az ő hiszen az elődöntőben nem nevezte el Gábor elővigyázatosságból. Kihagyta ugye a válogatott mérkőzéseket is Izland ellen, ugye. Rómat lakik. Már-már Zitzerben. Ez is a fejét a svéd játékos. Twitch volt a tettes. Ez a Minkó. Picit csoknak tűnt. Lépéshibát mutatják is a játékvezetők. Hát, ez a Minkónál ez ugye bármikor benne van. Kluiber hát a szélre Márton Grétához. Ott még talán nem is járt a labda. Márton Gréta talán akkor ért labdába, amikor ott előre hozták gyorsan, vagy próbálták. Málesztein a szélről. Lekicsel szemben Rüb.
Kovácsik el fogja lőni, és azt mondhatják, hogy beleért a blokk. Tovnak azt mondja, hogy ő is beleért, hogy ő igen. És akkor nem sarokdobás. Kettő átadás, egy, és akkor Szűrlősi Zácsiknak lőnie kell. Kényszer helyzet volt, Tovnak rúgta ki. Modern pár pontatlan passza Ferencvárosi oldalra, és nem volt egyszerűen tempója az egész támadásnak, és ilyen kényszer átlövés volt, szépen összeállt a sánc is, Toft pedig szépen védett. Hausted megkapta, és igazából hátrált vele szemben a védőfal, tehát tulajdonképpen könnyedén lőhetett. És ő is fázolt, ugye volt egy jobb főső, most jön egy bal alsó, Piro Blanka nem tudta kitálni, mert a sárc nem segített neki. Hát a dán játékos most nem csak védekezésben gyűlőzik, hanem támadásban is két szép gólt szerzett. Kisfalud érkezett vissza beállóba a pályán, Zivjelics Kovácsics Anikó. Szűrősi Zácsi, Gluber. Kovácsics, Gruber mellé pattintja, levegőben kapta meg és lőtte el onnan, Rü, ő viszont talpra felugorva. Időt kell kérni erre Gábornak, mert most gödör van a csapata. És amit mondtál, az meg is történik. Három gólos hátrányban Elek Gábor fog beszélni a csapatához. Ezt mutattam meg, hogy nem lehet jó. Dupla sáncért és mellette lősz ért egy alsó. Lepelé is véd, meg folyosó is. Egy, kettő. Háttal futunk vissza megint, érted? Nem mondtam, hogy 6 méteren fogadjuk a Riót. Gyerekek, a haust ez volt két átlövés gólt, a Riót jött egy átlövés gólt. Az van ott közte. A groszt viccanyag jól megoldjuk, és ezek megint meglővöldözgetnek. A bambuszt is állsz a vonalon. Jó? Támadó játékban Riu bemaradod, ha menjünk oda egy-egyezni nála. Jó? Mármint ha visszalendeződésben bemarad. Jó, hármasban főleg. Egy. Kettő. A hetes most már játszik meg normálisan, nem jönnek. Jó? Ezt kikérte, hogy lőd oda. Jó. Oké. Okay. Jó, mehet is. Kettő-három! Zadi! Az eddigiek röviden összefoglalva, legábbor tolmácsolásában is. Látásmódjában. Igen, és a kézlabdázásnak a egyik legfontosabb szegmens az egy-egy elleni párharcoknak a megnyerése, és ebben egyértelmű az Eto'o hátfölényben, mind védekezésben, nem is nagyon emlékszem, hogy a ferencvárosiak tudtak volna előnyt szerezni, mind támadásban, hogy ott Enzeminkóval, vagy éppen Sztinovtadállal viszont sokkal jobbak ebben is a győriek. Első védőben, Tom pedig inkább ott látlövőre figyel. Szőrösi Zácsik erről az oldalról megpróbálta. Jelen Gábor itt a végén kért egy figurát. Igen, ahhoz képest, hogy egy-egyet kért a végigvéve. Riutól ahhoz képest átlövés ott Fodor Csengénél, tehát hogy nem hiszem, hogy ez volt a kérés. Zácsik megint erre húz, Kisfaludi az be középre, a törű már nem merte bántani. 10-8. Hauptad erre az oldalra. Ez a Minkó. Hauptad áll a cserél. Amikor ilyen gyorsan jön és hangos a sívszó, ahol a két perc az több mint valószínű. Igen, mert Hauszet ellépett Tomori Zsuzsi mellett, és ott volt egy ütközés. Innentől kezdve egyetemi két perc fogjuk látni, ott jobb kézzel ért hozzá ugye Hauszet arcához. Teljesen jogos a két perc. Volt már azért ennek egy pici előzménye, hiszen akkor, amikor a Ferencváros azt a labdát szerezte, akkor Tomori például a blokknál inkább kart talált, mint labdát. Igen, ez egy nagyon jó lehetőség most a győrieknek,
az ember előnyös lejátszás, hiszen egy, akár egy nagyobb előnyt is ki tudnak itt most harcolni a másik fél idő 20. percében. Az első fél idő, bocsánat. Hamstedet egy picit még ápolták a kispadon, hogy semmi gond a szemével, örű. De a szélre Fodor, onnan pedig az alsó sarokban harmadik gólját szerzi. És ahogy emlékszem a bajnoki mérkőzés, ott is láttam, hogy mennyire tudatosak a győri szélsők a rövid sarokba, hogy azt támadják Bíró Blankánál, és most is Fodor Csengének ez a második lövése a rövid oldalra, tehát hogy mennyire felkészülnek így az ellenfél kapusából. Kujber, Cirjanics, Kovacsics, Szülősi, Zácsi. És Fodor ez nem jut el a labda. Lábbal elképesztő, amit mozognak és dolgoznak a győriek. A dominózus 1-1, de már Augstedt ment és segített is őnek. Nagyon szép volt megint a győri páros védekezés. Passzív jelzősnél jár a ferencvárosi akció. Cirjanics, Kovacsics beviszi és be is dobja. De közben a csere is megtörtént. Bíró Blanka visszaért a saját kapujába. 11-9. Zeminkóhoz még tovább tudta tenni. Itt nagyjából a hármasoknál ott látjuk az utolsó mozgásnál, ugyanarra a lábáról szinte két mozdulatot is elindított. Igen, de két paszból akkor az ígyszereket hajtanak végre a győriek, tényleg hát óriási hely van. És hát Bíró Blanka is ki van szolgáltatva, és ezért, ha jól látom, minden is a kapuscsere, hiszen Háfi Andori Kinga nagyobb szerencsére jár, majd így gondolkodnak a ferencvárosiak. Kujber, Szőlősi, Zácsik, Cirjanics, Kovacsics. Ezúttal nincs esélye betörni, de is viszik a földre. Hindó. Gondolik már visszaért a kapujába. Két passzra van még lehetőség a passzív jelzésnél. Leüti és viszi közelebb, hogy lőhessen. Igen, de megint egy passz, kényszerlövés, össze lehet állni szépen a sász, lehet látni, már négy győri játékos van ott középen. Lőzsi Zápcsik bedobja. Ugyanazt a sarkot választotta, mint ahogy, hogy mit, amiből, milyen szögből az első gólját lőtte. Igen, arra nem volt ez annyira biztonsági. Bocsánat, csak az Enzei, amikor nem állt oda, mert ott volt egy rés, hiába volt ott 8 kar, rés volt közöttük, és a Toft ugye nem látta, hogy melyik résen fog átjönni a Zácsik Szandrának a lövése, és ezért volt ez a bravúrból egyértelműen. Rű. Nagyon nagy ütközés Cirjanics, Kovacsics, Anikótól. De Rű aztán maga részéről valahogy visszavág, de nincsen gól, mert ott középen már az árás volt, ami szabálytalan. Ezek az árások így, hogy most már nem az elsőt fújják, kulcsfontosságúak is lehetnek. A túloldalt Ferencváros elhagyja a labdát, Enzeminkó, Blomnak nem jó, Márton Gréta repült oda. Megint Márton Gréti mekkorát dolgozott a visszafutás szélre, és onnan jött meg középre, és a beállvelő a pattintott átadást megszerezte. Nem lő gólt Márton Gréti, de egész elképesztő munkát végez. Még a máskor olyan kis olyan, de kibent a kipagyú labda a kezéből, jön is a switch, jön a cseréje. Milyen érdekes, hogy annak rosszra készülhettek ugye a Ferencvárosért, hiszen ő rengeteg volt a bajnokin, és most pedig alig-alig láttuk a pályán. Málesztein kapja a vonalon, és befutva a falba szerzi meg azt a gólt, amivel egyre följön a Ferencváros. De milyen érdekes volt az a mondat, amit a szezon elején nem biztos, hogy sokan gondoltak volna, hogy Cvíj lesz kisfaludi cseréje itt támadásban. Márpedig most a Magyar Kupa döntőre ide jutottunk, de most a pályán továbbra is Cvíj. És közé pedig ezúttal Brock futott be. Rű, Oktedál, Enzeminkó. Rű tovább. Rű.
játékában ugyanannyira megvan a kreativitás, mint a bármikor bejövő hiba. Erre próbálnak talán alapozni a ferencvárosiak is ott a vele szembeni védekezésnél. Oftedal megkapja Rő és be középre, és akkor a korai paszból egy gólpassz lett. Egy kettővel megy az Eto. Ahogy már az Oftedal megcsálta a készítés, már az idebb a pozíciót foglalt, és Jari oda passzolta be neki a labdát, és nagyon szép állókot látunk újra. Hát nagyon érdekes taktikai csata egyelőre, mert ahogy esetleg az első percek mutatták, hogy az Eto el tudta húzni, az nem történt meg. És egyelőre ez az egy-két gólos különbség, ez sokat sejtett a második fél időre. Mármint izgalom szempontjából. Újber még vitatta visszafutásnál ezt a bizonyos belemenést, ezt itt. Csodor Csenge szépen lépett be, és látom, hogy nem volt ugye a top előtéren belül, tehát meg lehetett adni. Szépen rutinosan kívül nézi. Enzeminko visszafordul, Oftedal elcsípi, Fodor. Tudom, hogy képzavar, de mint a két volt szerzett volna itt az elmúlt egy percben, mert megakadályozott egyet, és aztán belőtte az ellenfél kapujába. 14-11 ezzel. Három gólos volt akkora különbség a két csapat között, amikor Elek Gábor időt kért, és megint három, de ötve hiszem, hogy most már fog. Sőt, Szőlősi Zácsik, szerencsével, de bent van. És Oftedal együtt fönt. Rű. Ez is kapufa, de erről kijön. Oftedal lövése után, és aztán Szőlősi Zácsik a technikai hibával. Egy vagy két ütemmel hamarabb fölnéz, akkor láthatta volna, hogy Toft nem volt bent a helyén, mert éppen a kispadnál ólálkodott. Veszük, úgyhogy frissített. Támadták, de Brock lövését Jonuri Kinga védi. A tavalyi Magyar Kupa döntő egyik hőse. Akkor első számú kapusként érezte és vállalta a felelősséget. Most viszont az ő védése kellett ahhoz, hogy megint feljöjjön. Egyre a Ferencváros. Cvics. Egyik leggyorsabb Ferencváros támadás volt, ugye itt a kapus védésből, ahogyan rávitték a győri védelmre, és Cvicset tudták megjátszani. Ugye itt lehet látni majd a Janurik bravúrt, és ő pedig a Cvics ott a kilépők mögött. Rü, Oftedal, Augsted. Lukácsot tüntették ott el, vagy legalábbis összeakadtak a lábak. De most nincsen ki a jobb széle. Oftedal, Rü, Janurik. Nem csak beletette a kezét, hanem egy bravúr is lehet, főleg, hogyha a Ferencváros ebből mondjuk egyenlít. Teszi mindezt úgy, hogy a kezdeti lendület után Kluiber Katrin megragadt a négy gólján. Ők mellé azért fölzárkózott szépen lassan Szőlősi Zácsik a maga három találatával. Kluiber, Szőlősi Zácsik, be középre Brock. Nagy munkát végzett, mert végig zavart a Szőlősi Zácsikot, és az átadás végében még belepiszkált, sőt, majd a gólt is dob. Csak majd 5 másodperc. Hát akkor így pörgött le az első fél idő. 14-13-ra vezet a Győr. Hát nem mondok azzal újat, hogy semmi nem dőlt még el, és abban is biztos vagyok, hogy a két vezetőedző valami váratlant megpróbál itt a második fél időben, mert hogy győztest kell avatni, és ettől a győztes avatástól egy fél időre vagyunk a szünetben. Győri Audi Etokáci RTC Real Talgo Bulgária 14-13.
Ugye tartsanak velünk, és találkozunk legkésőbb 14 és fél perc múlva. A török boldog női magyar kupa 4-es döntőjének finália egyfél időt követően 14-13-ra áll a Győrjavára, a Ferencvárossal szemben. És ugye a képen látható Eto többször is ki tudott alakítani 3 gólos vezetést az első játékrészben, 6-3-nál, 10-7-nél, 14-11-nél, és onnan a Ferencváros valamit mindig elő tudott húzni. Abból a bizonyos tarsolyból, ahol Ele Gábor tartja a taktikai variációkat, de hogy aztán a második félidőre esetleg ezt tud-e fordulni, az tényleg egy nagy kérdés. Meg igazából az is, amiről még talán kevesebbet beszéltünk, hogy hát ez a két csapat a következő két hétvégét is létfontosságú mérkőzésekkel fogja tölteni, hogy a Bajnokok Ligája negyed döntőben, annak két felvonásában a Ferencváros majd a Metzel néz farkas szemet, az Eto pedig az Odenzével, és hát 3 hétvégén kéne csúcsformát, vagy közel csúcsformát mutatni. Tágabb perspektívában nézve ebből a szempontból ez a döntő, ez mennyire mérvadó, mennyire áldozható, ha úgy alakul, vagy sem? Szerintem egyértelmű, hogy nem. Az Aldo Etonnál ugye nyilván kitűzött cél a Final Four, sőt a BL meggyerése. A Ferencvárosnak még tényleg olyan lehetőség, amit nagyon-nagyon hosszú évek óta várnak, hogy Budapesten szerepelhessenek, bár azért nagyon-nagyon nehéz dolog lesz a francia csapat ellen, még azt gondolom, hogy a Győrnek, hát ha lehet jönni, hogy kötelező, de mindenképpen nagyon nagy szanszuk van arra, hogy a dán csapatot felülmúlják. És ez a kupa döntő, ez a 30 perc pedig itt most all in, mindent bele kell adni, és ha már Danyi Gábor mondta a titkos fegyvert, én mindenképpen Stina Oftadáltól várnám azt a fajta hatalmas javulást, illetve dinamikai előny erényeket, amit ő tud, míg a másik oldalon ugye Stolle, aki nem ezt az első 30 percbe, és most már látjuk is, hogy ott van a pályán, ő lehet esetleg a meglepetés ember, illetve majd hát nem, hogy Kukai Anna pályára lépe. Stolle tehát ott van a ferencvárosi védekezésben, Hásvaldi is a pályán a fehér mezeseknél, miközben az Eto kapus cserélt, és Lénó van már ott. Ő majd csak a következő támadásnál játszott főszerepet. Most Janúrik nem tudott, Enzo Minkó szerez volt a 15-et, második fél időben az elsőt. Ugye az első játékrészt Málesztein gólja indította, és a Ferencváros vezetett addig, amíg Málesztein dobta ott az első két gólt. Onnan folyamatosan mégis Eto előny. Stolle. Lekics. Németnek ott hagyja. Bölk tovább, és be középre, és Kisfaludi még harcol, de csak befordulni tudott. Málesztein! És még összegyűjtötte valahogy a kipattanott Kisfaludi, de legalább egy szabad dobást ebből a csapatának kiharcolt. Hát Málesztein-től ilyen fölkanyarodást, és azt, hogy erre nem nagyon figyelnek, és egy átlövőből tud szinte betörni. Ez kuriózum volt. Nem számítanak rá, hogy ilyen sebesség érkezik oda, de Lönő, hogy viszont tudta azt a bal alsó sarkot, és oda repült, spárgázott, tehát nagyon szép volt a védés a francia kapustól. Bölk. Stolle lövését sáncolják. Marad a Ferencvárosnál. 3 passz még a passzív jelzésből hátra. Kisfaludi. 7 méteres, amit kiharcol a Fradi. Hiába fogta meg a Mandi Lero. 7 méteres harcol ki a Ferencváros. Na nézzük, mire megy egymással Málesztein, valamint a reaktivált francia kapus. A kupadöntő első büntetője következik. 33. percben bedobja Angela Málesztein. Ő is 4 gólos, csak úgy, mint Kluiber, és a túloldalt Fodor. Valamint támadásnál Ambros Martin takarított a túloldalt. Nyilván több sérülés, itt már ne legyen. Egyáltalán Oftedal, Enzo Minkó, betörés Tomori mellett, ő is megkapja rá a büntetőt. Janúrik bosszankodik, mert
most a védekezés volt a ludas. Lenzemink annyi rész ez a legkisebb helyet, hogy a kisfajat lemaradt, Tomor is, hogy későn segít oda, hogy ez már zicser helyzet ott a szabálytalanság, ezért is jött a 7 méteres. Manav Gross kivédi Amorik. Most már nyugodtan mondhatni, hogy Manav Gross nem villog, sőt nem játszik úgy, mint a két csapat legutóbbi mérkőzésén a bajnokin, amikor egy tízest intett a Ferencvárosnak. És az egyik legbiztosabb 7 méteres dobó hibázott. 7 méteresek, hogy elkezdtek jönni, csak a rendkedvéért, hogyha döntetlen a találkozó, akkor egyből büntetők következnek. Láttuk már erre is példát 2017-ben Kecskeméten. Fináléban a két csapat tekintetében, vagy egy évvel később a sportarénában az elődöntőben. Amíg ezt elmondtam, szépen Hásfalvi a szélen nem tudta megszelídíteni a labdát. Hauptet hozza föl, Gross. Mondjuk úgy, hogy Tomori volt jókor jó helyen. Nagyon szépen faltolta Anna Gross Tomori is. Az előző támadás mögött eszembe, hogy amíg a Győrnek szépen ment kézről kézre a labda, hasonló esetben is balszélő futócsengetőt nem is venni, most Lekics egyelőre egyszerűen kidobta a labdát az alapvonalon túlra. Ezek óriási lehetőségek, amit elhalasztanak a pestiek. Biztos vagyok benne, hogy Anna Gross van akkora klasszis, hogy meg fogja próbálni még egyszer ezt a lövést ugyanúgy akár, vagy ugyanúgy Tomorival szemben. Oftedá! Most addig-addig nézte, hogy kinek és merre, hogy eldépte a norvég. Stolde húzza le a szélre, Malestein. Lekics. Lekics viszi az arcához is, kap egyet. Nincs benne az átütő erő, hogy a kapufele menjen, próbálta megint a bejátszást, és most Enzeminkó kijött egy zavaró védekezésbe, ez még egy óriási fegyvere lehet a győrieknek, hiszen egészen elképesztő zavaró tud lenni Enzeminkó. Lekics, Kisfaludi az arcához kap, mert ő az arcához kaptak. Az óra természetesen áll, lesz-e ápolásra szükség, két perces kiállítás jön ebből. Sújtják ezzel. Hát igen, az Oftedá labdára kapott, és utána könyökébe fejelt bele kisfölre. Tehát nem, semmiféle szándékosság nem volt, meg még falt semmi. Nagyon szerencsétlen szituáció volt. Nem is érti színe, ugye hát ez az, tényleg ez vétlen dolog. Elképzelhető, hogy ebben az ítéletben azért itt az elmúlt nap, ma délután történése is, a sérülések elővételezése is benne vannak a olyan tanító jelleggel. Bölk erős a labdája, Enzeminkónak jó. Rengeteg hibával játszik a Ferencváros, és kvázi egyszerű hibák, hiszen is egy 8-10 méteres átadás a Stolle mögé. Bölk, aki szerint nagyon passzívan játszik, talán nagyon helyzetes tudott kerülni, illetve több rossz megoldása volt, és ez egy létszámfölényes játék volt, amit rengeteget gyakorol minden csapat edzésen. Még a bajnoki mérkőzésre lehetett érezni, hogy a Győr iszonyatosan kihegyezte magát a Fradi ellen mai találkozóra. Ez azért nem mondható el kristálytisztán. Ez persze nem jelenti azt, hogy ilyen figurákat nem látni az Etótól. Megint lehúzták a bal szélre Fodor Csenge. A meccsembere, nem kérdés, 5 gól bal szélről, és megint szépen végigment a labda előtt. Pont említettem, hogy a Ferencváros belehibázik, a Győr még gyönyörűen végigjátsz a helyzetig. Papíron ember hátrányos gól a győriektől, amire felel Andrea Lekics. Kétszeres magyar kupa győztes Lekics, még a Győrrel. Hát nem különösebben támadták. Pedig még egyszer Fodor. Enzeminkó, Ivet Brock. Ott már hagyták a Ferencvárosiak, hogy vigye. 17-15.
Kovácsicsnak kell elmenni a labdáért, mert közben mi láthatjuk a lassítást, nem tudta gyorsan elvégezni, sőt egyáltalán a kezdődobást a Ferencváros. Lekics Stolle a vetöréssel, Lénújjába repült. Ferencvárosi játékosoknak vélhetően azért ez utolsó magyar kupa döntője, hiszen csatlakozik majd a Dortmundhoz, egy góllal is hozzáteszi a magáét. Nagyon fontos, hogy 5 másodperc volt hátra a középkezdésnél, és akkor ez még létszámfölényes gól, de előbb azt lehetett látni, hogy milyen könnyedén került helyzetbe a győri beálló. Gross beteszi középre Brock, Kolbégi lábához. Nagy szerencséje az Eto'nak, hogy hamarabb szólt a síp, itt jött a láb. Ott volt egy falt, igen, Brock ellen. Igen, már hogyha egy falt, szerencse. Enzeminko, Stolle gyötri őt, és már kifelé mutatnak a játékvezetők Brock munkája miatt. Az dönti el a kuparrányt, hogy kihibázik kevesebbet, még az úgynevezett államdöntőben is. Bölk. Léno Vér büntető következik. A második félidőben a büntetők száma az hogy megnövekedett, hanem egy Gelsier ütör elő. Nem sok Tadár belülről jött ki, azért itt a nincs. Málesztán és Léno. Léno mintha érezte volna. Várta a láb közét is, és ugye összezárta a lábát. Bölk az előbb ment el kifeletlen először. Itt lehet látni, hogy a francia kapus várta a láb közét, de túljárta eszén a holland hölgy. És hát döntetlen, nagyon régóta először a mérkőzés állása. 17-17, Oftedal, amit előbb ellépett, azt most megcsinálta az ő stílusában. Mindenkit elküldött balra. Lekics rossz üldözi, ki a szélre és onnan vissza Bök. Csalódott Málesztein, hogy nem kapott labdát, viszont így örül, hogy Lekics bedobja. Egál van, egyre nagyobb lesz a rohanás, ami magában rejt egyre több hibát is. Köszönöm, mondták a stúdióban, a kapusok közül melyik fogja előbb úgy elkapni a fonalat, hogy 2-3 védés, vagy akár több, nyilván óriási segítség lenne a saját csapatának. Rossz. Hoho, a felső sarkot találja meg. Visszafelé azt nem mondom, hogy sprintel már, mint hogyha húzta is volna talán a lábát. Pár percet kérdezted, hogy költői kérdés, hogy elmerjen vállalni, hát természetesen nem vállal, hogy az ilyen szintű játékos. Nem sokat gondolkodott az első lövő helyzetében, óriási, jobb felső sarkos gól volt. Stolle adja ott Bölknek. Lekics megint bebújik. Kapufa után még nézett a játékvezetőre. Most jönnek ezek az áttörések a Ferencváros oldaláról, jól megjáratják a labdát, és itt ugye picit lemaradt Tino Oftedal. Érkezik vissza Sandra Toft. Rohanni nem rohan, úgyis megvárják. Málesztán, hogy bírja idegekkel, a harmadik büntetőjén zár oda. Véd egy büntetőt. Ferencvárosi szurkolóktól, vagy egy részüktől ez most egy várándítás. De lehet, hogy többbe kerülhet. Nagyon szépen ment a lövő keze fele Sandra Toft, és felhagyta a kezét, várta a főső sarkot. Ez lehet egy fordulópont egy a féldő elején. De a túloldalt ott van egy másik védés, és egy másik mondhatni klasszis kapus, Januri Kinga. Előbb hiányoltam a kapusvédéseket, jöttek is. Lekics. Fölteszi, Stolle befejezi. Nem volt bent a lába, 19-19. Hát lassan bontakozott ki ez a találkozó, de lassan kezd csúcsosodni.
nagyon szép megoldások mind a két oldalon, gyönyörű labda nélkül bemozgás oda az egyes-kettes mögé, szép egy közös labda birtoklás. Lehet, hogy azt a lábat visszavonom. Hofstede. Hofstede áll. Gross leúzza a szélre, falu végi, ő pedig bedobja. Az első gólját szerzi. A statisztikákban csak két perces kiállításával került be falu végi Dorottya. Zácsik érkezett, az első félidő második felében a góljaival már-már kulcsembernek tűnt. Kérdés, hogy mennyi maradt benne. Lekics. Szőrösi Zácsik Stolle mögé, innentől a passzidejelzés fölértékelődik. Egy átadásra lesz még lehetőség a Ferencvárosnak. Az átlövés valószínű Zácsik Szandrától. Az első fél időben ilyet ugye neki készítettek már, mint Zácsik Szandrának. Páros kiállítás, addig magyarázott Lekics Rünek. Addig-addig beszéltek, ami mind a kettő megérdemeltem, hogy a Rüne mente 3 méterre, Lekics majd nem akarta elvenni a szabaddobást, és egymással foglalkoztak. Hát ez óriát, ez a kibasz. Új párharc a párharcon belül. Igen, és ez azért is jó ítélet szerintem, mert akkor az összes többi meg lehet előzni. Szóval ami érdekes, hogy nincsen passzív ezzel a kiállítással. Hát igen, így megszűnik. És... na! Csak... és ugye nagyon érdekes, mert most lehozza a Ferencváros a kapust, tehát kvázi ember, mert fog még támadni is most, azt utána nyilván a Győr is majd létszázni fog támadni. Mi történik? Arrébb lepítsz, Vícser. Igen. Jó, ez úgy általában benne szokott lenni. Igen, neki csak is. És közben ez a vél szabadulást. Engem ne lőnök. Ha lehet ilyen szinkronszínészi ambíció. Szülősi Zácsik, Kluiber. Tőle keveset láttunk a második fél időben, viszont most egy gólpaszt igen. És ezzel újra egyenlít a Ferencváros. Ásfalvi Júlia. De az előny továbbra is az Etónál. Elcserélte magát a Ferencváros. Ugye 5-en voltak a pályán, 2 ember cserélt, 3-an védekeztek, hát és ki nem, ha a Stinovtra ezt rögtön észrevette, egyből büntetett is. Ez megint azt mondom, hogy figyelmetlenség és fegyelmezetlenség a Ferencváros részéről. De inkább él mind a két kispad, így a hajrá előtt. Kluiber, belemenés gyanús, Böb. Védés gyanús, sőt védés, Léno. Elsőre nem is tudta, hogy hova pattant a labda, meg hogy melyik tábor minek örül. A saját szurkoló tábor örült a védésének. Óriási bravúr, a másik oldalon meg nem kérdés, hogy Bölköt fogják engedni Zicserbe, hogy nem előbb sem említettem az egész eddigi meccsen, úgy láttam, hogy egy picit tompább, és hát most is nyilvánvaló, ő hagyta ki ezt a Zicsert. Védett a francia kapus. Akinél tavaly elmondtuk, hogy utolsó magyar kupa döntője, most már ilyet nem mondok az ő esetében. Fodor viszont újabb gólt szerez, megint 2-vel vezet az Eto. Mind a két csapat hibázik, de mind a két csapat lendületben van, igazából egyiknél sem jöhet nagyon az időkérés, mint a lendületet törne meg. Már ott nagyon volt Elek Gábor kezében egy tébetű. A kipattanó továbbra is a Ferencvárosé. Börg, megint Málesztein és a berobbanó Kluiber. Bement. Szerintem, ha nem megy be, akkor 7 méterest fújnak erre is, mert földögték. Megint egy közte. Igen, nem mindig a legnagyobb gól, a legértékesebb. Azt gondolom, ez a Kluiber Gati szinte begurította ott a labdát a hosszú sarokba, és a nagyon nehéz is volt így védeni. Nem is számított rá, de no. Hát ez is ugyanolyan gól, és akkor most újra heten-heten pályán. Hofstede, rossz, Blom fölé dobja.
ilyen zicsert szökő évente szokott kihagyni. Visszafelé futtában is még a mezére mutogat, hogy húzták, ez is fölé. A kezéből kisott a labda a kezéből, Sandra pedig kicsit elkapkodta ezt az átlövést, azt gondolom, nem volt annyira jó lövő helyzet középen. Újra a győriek jöhetnek a két golos differenciáért. Ambrose Martin a képen. Gross. Zvíj fogja meg. És Léo is kér egy kis törlést. Gross. Janurik. Másfaldi a labda. Fordulat a Ferencváros. Komori lefut, bölt a helyén, illetve helyette. Visszahúzza, és ez is bent van. Akkor így egyenlő. Újber Katrin megint megpillant. Rövid időn belül kétszer, ez elég megint egy egyenlítéshez. Falu végi, mintha bántották volna ott a szélen, de így is bedobja. Nagyon jók a győri szélsők, és ezt is a rövid csorokba fölülre lőtte Janurik Kingának. Nem tudnak mit kezdeni a győri szélsőkkel a ferencvárosi kapusok. Szempontjából 23-23. Ambrose Martin kapus cserél. Toft megint bent majd. Mert Leno ott volt, de mégis becsorogtak a Keti lövése és most a Bők lövése is. A Ferencvárosnál így úgymond az állandó arcok szerzik a gólokat, legalábbis az utolsó percekben. Újber Bők. De ők meg itt a hajrára bukkantak elő, és mint hogyha a Ferencváros talán többet forgatná a játékosait. Erre rágott rá az Anna Gross. Igen, aki nem egy klasszikus áttörést érte, hanem most egy áttörés, egyes, kettes, hogy tudott változtatni, hiszen nem megy neki most ugye az áttörés távoli zónából. Szépen találta meg ő is a helyzetet. Bök, Toft kitolja. És azt mutatja, hogy az bizony alaponalon túlment ki, tehát övé a labda. Enzeminko, egyben rárobban Kluiber. Most Martin valamit nagyon szeretne látni Toftól a védésein túl, mert az indításnál is most oda ment hozzá magyarázni. Rossz. Szerintem az, hogy gyorsabb ahhoz a labdát játékba tudnak rohanni. Elérnek az átadásba, sőt Kluiber kétszer. Az ő petje, hogy róla végül oldalt kiment. Enzeminko, Oftedal. Gross. Hát nem voltak a klasszikus cselekezek, de Zitzerig el tudta vinni, és az üvöltéséből lehet érezni, hogy milyen fontos volt most ez a védés Januriktól. Kitessékelik oldalt. Ő viszi tovább, Oftedal fönt a játékvezető keze. Enzeminko Oftedalnak adja ott, egyedül csinálja meg, legalábbis viszi tovább, és a büntetőt ezzel kiharcolja. Ez is késés volt most ott. Igen, egyértelmű hétméteres volt.
és Jaroly Kingával. Van a Gross, játékvezetők helyet cserélnek. Kinga vele szemben, és belobjának Rossz, és aztán keresztbe elfut úgy Tomori, hogy összetalálkozik Anna Grosszal. Időkérés a Ferencvárostól. Ott az ütközés még. 25-23 az Etónak. A kettő-kettőbe, vagy közérben, vagy valóban megszerzik az előnyt, és mindent ide hoznak befejezni. Muszáj egy picibe följebb menned, de nagyon picit közepe is, kettesek is. Muszáj kettes pozícióban többet. Rálunk a vonalra két lábbal, végig fogják játszani. Végig fogják. Muszáj belenyúlni a passzaiba. Muszáj belenyúlni a passzaiba. Jó? Egy, kettő, mehet a sima hét. Sima hét. Megszállt bele. Sima hét. Kucsik Réti visszacsere van. Szizi jön ide kettesbe védekezni. Kettőt cserélünk. Jó, kettőt cserélünk! Tizi, tudod, hogy mit az adja? Gyere! 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 Tudom, hogy az a két csere az mennyire kockázatos egy ilyen kiélezett hajrában, bár most megint ellépett a Győr a Ferencvárostól. Igen, azt nézem, hogy Győrjek helyet fognak cserélni, ott is úgy látom, hogy lehet, hogy ott is két csere lesz, hiszen Oftedából sót lehet, hogy három, annak rossz is odaült a közeli oldalra csere zónához, tehát nyilván maga itt a... Most mind a két edző arra brazilodik, hogy a védekezés legyen stabil, ne kapjanak gólokat, aztán utána pedig meg hosszúra felső játékkal pedig tudjanak gólt szerezni. Bölknek hagyják ott, és onnan Kluivert volt úgy zavaró, hogy hát igazából a labda már Enzo Mikó kezében. De megint Bölkön láttam azt, hogy nem jó ütembe érkezett, és nagyon rosszul passzolt Ketinek a háta mögé, és ezzel ment el ugye ez a Fradi támadás. A hibázott támadás ellenére Elek Gábor tűnik nyugodtabbnak, nem rossz Martin a túloldalon. Rű. Kisfaludi ugye a kilépésen, amit kért Elek Gábor, ami a védekezést illeti. Oftedál pedig elesik a labda vezetésben. Tehát nézett a labdára, hogy az hogyan és hova ragadt. Kluiber a betörés végén javítja az előbbi támadást, bár ugye ez nem ugyanaz a figura volt, ez egy szimpla, gyors lefordulás. Igen, gyors nyitás, de hát a Keti most kapta pontosan a labdát, itt pedig a Oftedálnak a technikai hibája, és most tudtak cserélni ugye a ferencvárosiak azt a bizonyos Szucsánszki Zita cserét ide a kettesbe, és Tomi Zsö ment ugye Cvics mellé a hármasba. Rű. Tom forgolódik közében, Rű előtte váratlanul, és ebből Janurik nem sokat láthatott. Igen, de középre ment, tehát azért, hogyha ez nem volt annyira nagyon nehéz lövés, és szépen kontrollálta, és Janurik Kinga látta azért a dobó kezét, és előbb még háromért támadott a Győr, ugye most meg már a Ferencváros támadott, és az X-ér. És ő maradt bent középen a védőfalban, Blom egy picit kijebb, és Szülősi Zácsik Szandra egyenlít is. És pontosan rűhöz ment. 25. Pontosan rűhöz ment, egyből oda ment átlövésre. Rű kicsit tanástalan volt a mérkőzés közben neki. Ott elmenni, és az önbizalma mégis jönni. Igen, illetve Kluiber Ketén szinte eltolt zavaróként védekezik ott a túlsó kettes pozícióban, hosszú labdákat ugye le tudja csapdázni. Rű. Kicsit lassabban, föl is teszik a játékvezetők a kezüket. Ambrose Martin nagyon rutinosan kér időt, akkor, amikor látta, hogy igazán dadog most ez a gépezet, nehogy elvegyék a labdát. Lehet, hogy még az 50. perc előtt vagyunk, tehát most meg tudta használni. Pláne. No. Like Norway won, and for sure they will go here on you and also here. If you can pass back to Stine here, Stine after the cross, you attack here. So it's like a yes, cross. Pass back here, and we go for you here. So this is like the, fast. Yes. Okay, so no fast. Three no passes. Fast. Like three. You attack. Okay. So first pass here. Stine go here.
cross. But go cross. Okay? But then I cannot play. It's three passes. One, two, and three. Ah, okay, with, not with the whip. Yeah. Then make it with the pivot. Make it with the pivot here at the cross, okay? Okay, okay. Come on! Come on! Come on! Get out of angle! Ambrose Martin 6-szor nyert Magyar Kupát a Győri Audiatok KC vezetőedzőjeként, legutóbb 2021-ben amolyan beugróként. Hát vagy az lesz az utolsó Magyar Kupa győzelme, vagy a mostani. Ezt most még megmondani nem tudjuk 25-25-nél. A beállót keresni fogja a csapata, hogy eljut odáig. Kettő átadása van még erre az Edmonak. Grossz kezében a labda. Igen, csak nincs meg a 3 méter. Ugye ezt most reklamálták is a győriek, és a vezetők is ezt mutatják a Ferencvárosnak, hogy a vonalra kell állni. Ugye a 9-esről van a szabaddobás, 6 méter, 6-os vonalra kell állni. Két passz van. A Tomori Zsuzsanát, hogyha ők előrébb állnak, akkor talán ők is állhatnak előrébb. Grossz lövi el. Janurik kifogta, kivédte. Kipattanóra mászásnál már győri szabálytalanság. De a támadás, ugye, amit lerajzolt Ambrose Martin, ugye 3 átadásnál, viszont a Ferencváros be tudott faltolni, és ugye dadogott a labda a győriek kezébe, és ezért ugye ez a szabad dobás, amit aztán Janurik Kinga tudott hatással jutani. És a Musson a Fradi támadás, ezt nem voltuk ennek, amit mind beszéltek meg támadásra. Utoljára 2-1-nél vezetett a Ferencváros az idei döntőben. Meg most, az 55. percben. Tweed góljával 26-25 a Ferencvárosnak tehát. És akkor fordul a kocka a véghajrára az Eto lépés kényszerben, mint hogy eddig nem lett volna abban, mondjuk Egánnál. Tweed úgy üti a mellét, mint azon a bizonyos decemberi mérkőzésen, amikor hát talán az egyik, hanem a legemlékezetesebb ferencvárosi mérkőzésen játszotta. És sok nem volt belőle. Enzeminko, Grossz. Grossz megint zár neki, Brock, vagy legalábbis próbál harcolni. 4,5 perc még hátra. Ha annyi van hátra. Oftedal, Oftedal elviszi Tomori mellett! És még léphetett volna, még vihette is volna. Janurik 10. védése. Egész elképesztő teljesítmény, és ahogyan tudta, hogy ez a labda oda fog menni a bal alsóba, szinte már azelőtt elugrott oda, ami jött a Stina Oftedal előtte volna, de a cser is gyönyörű volt, előtt ugye sok-sok falt, lehet látni, hogy oda repült Janurik Kinga. Lekics érkezik, Kluiber, Szőlősi Zárcsik, betenné megint középre Twinsnek, Hogstedt szerzi meg a labdát, de van egy gyors indítás, hát se nem gyors, se nem indítás, sőt, ellépi Brock. Hú, Hausz, egy gyönyörű labdaszerzés, és amit mondunk, hogy a beálló szervező Lorana sosem jó, ugye elbizonyította az Ivert Brock, és ezt fújták le a jelzetők. Hát egész elképesztő izgalmak itt, minden egyes jelenetnek külön értéke van most már mind a két oldalon. Ugyanazt akarták együtt játszani a Ferencváros, de Hausz levadászta azt a bejátszást az előbb. Lekics, Szőlősi Zárcsik, Kluiber, Lekicshez, Szőlősi Zárcsikhoz, Kluiberhez. Passzív. Bepörgetnék Twitchnek, lába tért a labda, 2 perces kiállítást reklamált, kért Andrea Lekics, meg is kapta Brock. Hát még visszajöhet a döntőbe. Igen, de ez a 2 perc, ugye most szinte 52. percig, ha nem történik semmi, akkor létszámfölényben a Ferencváros óriási sanc. Érdekes lesz, milyen játékot választanak most. Kluiber érkezik nagy lendülettel, már-már úgy elaprózta léptét, mint aki lőne. De Szőlősi Zárcsik Szandra lesz talán a nyerő ember. Hát az ő 2 góljával, illetve összességében az 5. góljával
két gólos a ferencvárosi vezetés. Most már 4-0-as rohanás a Ferencváros oldalán, és most tényleg gólkényszerben van a győri csapat. Ezt mindenképpen gólok kell befejezni a Rávapartiaknak. A tavalyi döntő is valahogy úgy alakult, hogy csordogált a mérkőzés immelámmal úgy a második félidő közepéig, és a Ferencváros tudott újítani. Most egyelőre ugyanazt láttuk, és a meg rossz lövése most erre csak ráerősít, mármint a párhuzamra. Az eredmény akkor 26-22 lett a Fradinak. És most már a Ferencváros az idővel is tud játszani, hiszen belépett az utolsó két percbe náluk a labda, nem is kell neki nagyon gyorsan befejezni ezt a támadást. Ruiber beleért még a blokk, így jött a Ferencváros a sarokból. Másfél perc még. Szülősi Zácsik, Lekics. Így már kérte, picit talán szabadon is volt, passzív jelzésnél blokk, és Enzeminko Vieti. Vieti Janurikra, és bedobja. Nézd még hátra. Lekics magyaráz a játékvezetőknek. Eközben az óra persze nem áll. Hát ez Lekicstől még akár egy időhúzás is lehet, egy olyan tudatos. Hát igen, de mekkora hiba volt ez Lekicstől oda lőni a labdát a sáncnél, és Enzeminko pedig megiramodott vele. Hát ezt még nem tudja már végtávadni a Ferencváros ezt a 50 másodpercet, úgy gondolom. Tehát most meg a Győrnél kapott egy újabb esélyt, micsoda meccs. Ráadásul visszajött Hausten, a legnagyobb labdahalász. Szőlősi Zácsik. Fönt a játékvezető keze. Szőlősi Zácsik. El fogja előni, ellövi, mellé lövi, 7 méteres kap a Ferencváros. Elfogyott a passz, átlövésre számítottak, és Szandra leütötte a labdát, és ott van a falt a hatosnál. De hát ez mint hogyha belül 59-29-nél. Hát ezt meg kell lőni, ezt a hetest Ruiber Katrinnak, illetve Tufnak van lehetősége védeni. Szandra Toft és Ruiber Katrin. Beleért Toft, de bemegy a labda. Kettővel vezet a Ferencváros. Ambros Mártin időkérése. Nagyon gyors győri gól, tényleg pár másodperc, és utána pedig vissza támadni majd a középkezdésnél. Let's go really fast there! Let's go really fast there! I'm trying to play open, open to play the 2x2 in the middle. And fully there inside. And the back player go in the middle. Yes, stay in the middle there. If we score really fast, I know it's difficult, but we will try to fight until the end, okay guys? Vamos! Íme az, hogy Elek Gábor nem nézett oda. De minden hanghatásból tudta, hogy mi történik. Ruiber bedobta. Ha még nem tudjuk, hogy mit jelentő büntetőt. Indul az óra és indul az Eto. Gyors gólt kell szereznie a Győrnek, ha akar még valamit. Rő viszi tovább, Enzeminkónak hagyják ott. Oftedál messze a kaputól, beteszi középre, Janurik kivédi. Talán a fejére ment, azért áll az óra. De hát a fejére a koronát fogják föltenni a saját szurkolói. Meg lehet, hogy Elek Gábor is. Stílusos. 28-26, még Enzeminko azért elszedi a labdát Málesztein elől. Janurik már nem mozdul, hagyta, az előzőt nem hagyta. És ennek köszönhetően is a Ferencváros 2022 után megvédi címét a Magyar Kupában, és a 2023-ban véget ért sorozat
győztese lett. Elképesztő mérkőzés. Gratulálok a Ferencvárosnak a kupa győzelemhez, és ott a fél elején mondtam, hogy melyik kapus fog előbb-utóbb elkapni azt a bizonyos fonalat és hozzátenni a meccshez. Hát Januri Kinga lett a meccs hőse egyértelmű számomra, és hát a Ferencvárosnak pedig a hit, hogy abból a hátrányból mindig jöttek fel, mindig tudok egyéteni, és hát a végén pedig már megvolt a bizonyos előnyük. És hát egy egészen elképesztő mérkőzésen sokat fogunk még erről beszélni. Lettek kupagyőztesek 2023-ban. 28-27-re nyert a Ferencváros, és a két vezetőedző kezet fogott természetesen. Ambros Martin még picit emészgeti a történéseket a játékvezetők felé magyarázva. Elek Gábor pedig hát ebben az évben is nyer egy címet a Ferencvárossal, még annak ellenére is, hogy ugye úgy kezdtük a műsort, hogy a bajnokságban a Győr a maga javára fordította ezt a párharcot. De a Magyar Kupában egy mérkőzés is elég az üdvösséghez, és Januri Kinga főszereplésével ezt most itt Tatabányán a Ferencváros nyerte meg. Egyelőre búcsúzunk,